Országosan összesen 9 intézmény, köztük a Váci Mihály Kulturális Központ kapta meg és vehette át a Magyar Kultúra Napján a minősített közművelődési intézmény címet. Az összesen 17 tagintézménnyel rendelkező VMKK az ország egyik legnagyobb kulturális intézménye. Az elismerő címet már évekkel ezelőtt meg akarták pályázni, de csak a pandémia alatt nyílt rá lehetőségük. Több éves szakmai munka, minőségi munka áll emögött, de konkrét munka körülbelül 8 hónap, ugyanis tavasszal hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezt a pályázatot a kulturális intézmények részére. Beadtuk, és augusztusra készült a teljes pályázat, ez körülbelül 200 oldal, és novemberben volt egy auditálás, amikor is ezeket az állításainkat ugye tényekkel, illetve leírva kellett igazolnunk. Ez több ezer oldal plusz munkát jelentett a dolgozóknak. A nemrég átvett minősítés nem csak elismerést jelent az intézmény számára, egyfajta felelősséget is. Ezért, ha a járványügyi szabályok és korlátozások engedik majd, az eddig megszokott, vagy még annál is színvonalasabb színházi produkciókat, koncerteket és előadásokat szeretnének majd meghívni. Nagyon magasra tettük magunknak a mércét, viszont elvárás, hogy most már ennek a mércének megfeleljünk. Én úgy gondolom és bízom benne, hogy a látogatóink is így gondolják, mert azért ezeket halljuk vissza, hogy az utóbbi évek munkájával nagyot javult a presztízsünk, a látogatottságunk, elismertek vagyunk a városban. Hát most ezt a szintet megugrottuk, és ezt a ugrást tartanunk kell, tehát várjuk nagyon, hogy mikor nyithatunk ki, és teljes mélységgel, mikor folytathatjuk azt az értékteremtő munkát, amit eddig végeztünk. A Kulturális Központ igazgatója hozzátette, a munkatársak most talán még motiváltabbak, mint eddig, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még egyetlen intézmény sem kapta meg korábban ezt a címet. A minősítés 3 évre szól, utána újra megpályázhatják.